Államok. Jó estét kívánok! Politikusok kortárs helyzettel kapcsolatos véleménye leginkább abban a mondatban fogalmazta össze, ami így hangzik. Ha meghallom a szót kultúra, kibiztosítom a Browningomat. Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich mein Browning. Fenti mondat a Hans Jost Schlagéter című darabjában hangzott el első felvonás első jelenet. A darab főszereplőjét hívják Schlagéternek, ő egy német nacionalista hazafi, aki 1923-ban, amikor a Újvidéket francia megszállás alá vették, halálra ítélte a francia hatóság, mert merényleteket követett el a különböző szállítás útvonalak ellen. Hát nagyjából ez az ő szájából elhangozva, nagyjából azt jelenti, hogy 1923-t írunk, hogy elege van az értetetlen zagyvaságból, kb. Abból, amit az akkori avantgárd művészet, mert azóta is számon tartott avantgárd művészet termelt. Ennek a darabnak a bemutatója 1933-ban Hitler születésnapján történt, mert véletlenül, mivel a szerző ezt a darabot Adolf Hitlernek ajánlotta, szerető tisztelete és megváltoztathatatlan hűsége jeléül. A darab bemutatója Hitler és a náci vezérkar jelenlétében történt. Azon kevés események egyike volt, amikor Hitler megjelent ilyen szinten nézőközönségként a nézőtéren. A szerző, ez a Hans Jost, ő egy nagyon sok ígéretes fiatal művész volt. Jó nevű szerzőnek számított. Thomas Mann, Bertolt Brecht és a tiszteletéről biztosította őt. Ez azért érdekes, mert radikális nacionalista lévén nagyon korán már 33-ban csatlakozott a náci párthoz, és végül is nagyon hamar ő lett a irodalmi ügyét legfőbb felelőse, és SS tábornok is. Annyira jó kapcsolatok voltak, hogy Himmlerrel együtt közösen néztek kivégzéseket, kis közönség számára megtartott kivégzéseket, és ő javasolta egy barátjelőben Himmlernek, hogy a Thomas Mann esetleg az alkotói erejének a kiteljesítése céljából a friss vissza levegőben Dachau-ba szállítsák, amit Himmler megköszönt, csak akkor a Thomas Mann emigrált. És egyike volt ez a Jost annak a 88 német írónak, aki 1933. októberében a leghűségesebb követésre tett fogadalom című nyilatkozatot tették közé, széleskörben publikálták. Ennek a történelmi háttere, hogy három héttel a nyilatkozat előtt alkották meg azt a törvényt, ami az írás, gyakorlatilag egy média törvény, nem részletesen, és két héttel azelőtt lépett ki Németország a Népszövetségből. És akkor 88 író úgy gondolta, hogy ezt azért követte más nyilatkozat egy évvel később is, akkor már sokkal többen is más művészeti ágakból is jelentkeztek. Nem ide tartozik egész szorosan, de érdekes, hogy volt egy isteni kegyeltek listája is, ez 1944-ből származik, és azokat a művészeket tartalmazta, mindenféle művészeti ágból, akiket minden áron meg kell menteni, tehát az összeomlás nem történhet meg úgy, hogy ők ne legyenek megmentve. Ha már itt tartunk, ennek a Jostnak az élete is érdekesen alakult, hát el lehet képzelni, hogy egy megszállott irodalompolitikus volt, és teljesen az utolsó leheletéig, tehát a rendszer utolsó leheletéig támogatta a nácizmust, túlélte a háborút, és végül is ez a sors fintora, hát ugye irodalmi téren nem jutott neked már, pedig ő szeretett volna, akkor egy-két ötlete, átírta egy 43-ban ért regényét 1955-ben,
tehát ezt nem fogadta el senki tőle. És állérben egy áruházi újságba írt kis kedves, vicces rendőrségeket. Magyarországon nagyon sok tabu volt másként beszélni a politikáról, mint ahogy ezt a politika szeretné, ezt nevezik cenzúrának. És átpolitizálódott minden, amit a cenzúra nem értett, vagy amiről úgy gondoltam, hogy beszedelmes lehet. Szorosan ide tartozik, és azért említem meg, hogy még mindig nem ért a DLA dolgozatot a cenzúra hosszú távú, hábor is érezhető hatásáról. Szóval művészek ebben a helyzetben is foglalkoztak politikával, de pontosan azért, mert egy hihetetlen intenzív egyrészt represszív figyelem a cenzúra részéről, másrészt ennek megfelelően egy hihetetlen intenzív figyelem a közönség részéről, aki nagyon szeretett a sorok között olvasni, és minden apró utalást tudott interpretálni, és minden apró utalást megérte. Ez a helyzet, ez drámaian megváltozott a rendszerváltás után, hiszen eltűnt a represszív figyelem, tehát eltűnt a cenzúra. Ugyanakkor eltűnt a közönség részéről is ez a felfokozott figyelem. A kelet-európai művészek nagyon nagy része még mindig abban részemben él, hogy ez a hihetetlen erős figyelem még létezik, nem létezik. Egész egyszerűen másképp kell, nem lehet finom hatásokra építeni, és nem biztos, hogy az utalásokat mindenki megérti. Szájbarágosnak kell lenni, olyan transzparensnek, olyan érthetőnek, amit Schlageter számon kért a művészektől. Ne legyen értetetlen az adosság, mert hogyha ez a kultúra, akkor én lőni fogok üzeni nekünk a múltból, a mába. És végül is ez a kultúra, vagy ez a helyzet, amiből létezünk, ez is azt jelzi, hogy legyen transzparens minden, világos minden. Világos, mint az összes többi üzenet, általában a politika adja a konvenciós üzenetet. Tehát ezek a művek, amiket itt látunk, ezek transzparens művek, abban az értelemben, hogy akár egy politikus is megérti őket. Érdekes, hogy a modern művészetben a par excellence, tehát a tipikus műtárgy, ez a festmény. Azért, én szerintem, mások szerint is, mert egy festményt meg lehet vásárolni, egy festménnyel együtt lehet élni. Szoborral is természetesen, de az nem annyira egyszerű, és idő alapú művekkel meg különösen nehéz. Tehát a festmény az, amit birtokolni lehet. Egy festőnek az életműben az különböző lakásokban kvázi családtagként jelenik meg. És két kivételével ezen a kiállításon olyan műveket látunk, amik elképzelhetőek egy lakásban. Politikai műveket lakásban elképzelni nagyon érdekes dolog, de inkább azt szeretnénk, hogy a politikusok lakásaiban kerülnének ezek a művek. Ugyanakkor az is érdekes, hogy az újító szellemi és a társadalmi kérdésnek felé nyitott művészet elhagyja a művészet hagyományos tereit. Elhagyja, kilép a galériából, kilép a köztérre. És most azt látjuk, nem először, mint egy új trend, hogy politikai tartalmú művek visszakéreckednek a lakásba. Szeretnének ott lenni a lakásba. Szeretnék azt, hogy egy valaki legyenek, aki nap mint nap, néha jókedvűen, néha rosszkedvűen, de szembesülhetek a munkákkal, és folyamatosan valamilyen kapcsolatban áll, és maradnak velük. A politikai művészet erősen kontextus függő. Természetesen az egész művészet erősen kontextus függő, de ez már dimenzióban történik, hiszen a kontextus csak azért lesz, vagy azért veszítik el a műtárgyaink, mivel mániákosan megőrizzük őket, és külön tudományák szolgál arra, hogy hogyan lehet műtárgyakat minél jobban, minél hosszabb ideig megőrizni jó állapotban. És nyilván, hogyha nagyon régóta hosszan, gondosan őrzünk meg egy műtárgyat, akkor az eredeti kontextusát az túlélik.
És tehát ez is az egyik értelme annak, hogy megőrizzük ezeket a tárgyainkat, hogy újabb és újabb kontextusoknak lehetnek az alapjai. Na most a politikai művészet az rövidtávú kontextusokban dolgozik, és érdekes, hogy milyen az, hogyha elmúlnak ezek a kontextusok. Mi lesz akkor? Hogy fog egy ilyen, hogy találja a jelentőséget egy ilyen? Na most itt az érdekes, hogy ennél a kiállításnál, hogy mikor fognak ezek a kontextusok elmúlni. El fognak-e egyáltalán múlni? Tehát lehet az is, hogy azok a kontextusok, tehát az identitás, a nemzeti identitás kontextusa, lehet, hogy nem fog sose elmúlni, és ezek a művek nem fogják elveszteni ezt a kontextust. Nagyjából egy is tudom elmondani, és ugye említettem, hogy kettő kivételével két olyan munka is van itt, ami most a megint után fog elkészülni, vagy készülhet el, akkor megkérem az alkotókat, hogy készítsék el ezt a munkát. Köszönöm, hogy minden előttek. Én annyit szeretnék hozzá, hogy mielőtt végül befejeznénk azt a munkát, legalábbis az egyiket. Azt találtuk ki, hogy a megnyitó részhez mi meghívjuk a parlamenti pártoknak a szóvivőit, hogy adjanak elő egy egyperces néma csendet, de közben azt gondoltuk, hogy sokkal jobb, hogy egy videó munka készül, és így a kiállításnak a részeseivé válnak ezek a politikusok az egész kiállítás idejében, úgyhogy most a megnyitó részből az elmarad. Viszont szeretnénk hozzájuk kapcsolódni egy ilyen egyperces néma csönddel, mi ketten. Úgyhogy köszönjük a türelmet. Én így Juga Stoppert, aki szeretne velünk tartani az egyperces néma csönddel, akkor is. Köszönöm, és akkor...